Jó reggelt, sziasztok! Hú, nagy nehezen ide értem, majdnem katasztrófa történt. Mondanám, fiam, hogy accident, apa, mi az Isten csinálsz? Azt történt, hogy volt egy nagyon jó kávézó a túloldalon, aztán mondom, gyorsan behörpintek egy jó kis, egy újfajta kávét hoztak, most nem akarom őket reklámozni, ez tényleg nagyon jó, és hogy miért ne reklámoznám őket. Szóval átmentem egy kávéért, és van ez az új cipőm, ez a Wow Max, vagy Wow Max, vagy valami ilyesminek hívják, ilyen gömbölyű a talpa neki. Aztán még nem igazán tudok benne úgy rendesen menni, aztán majdnem akkorát bakáloztam, így hanyatt vágottam itt a sárba, mert van egy ilyen sáros rész, és hát majdnem elkéstem, úgyhogy gyorsan fölhörpintettem a kis kávémat. Aztán rohantam ide hozzátok, kérdezte a hölgy, hogy hova rohanok annyira, mondom, megyek dolgozni, munkahelyre, hol a munkahelyem, ott a túloldalon, a házunkban, az irodában. Úgyhogy sziasztok, megérkeztem nagy nehezen, és akkor el is kezdik a mai tréninget, és nézem, hogy 43. videó teremtés tréning. Igen, tegnap azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy újra kéne kezdeni a számolást, a videó számolást, mert soknak így megretten, hogy majd nem sokára lesz 113. videó, olyan, mint a szappanopera, hogy így tudom, hanyadik, 1 millió rész, lehet, hogy ilyen kategóriába kellene, de hát majd látom, hogy a visszajelzések alapján, hogy reagáltok rá, de tegnap például rám írt egy hölgy, hogy hol vannak a sorbani videók, hát mondom, itt van a videó benne ebbe a csoportba, meg ugye volt egy weboldal, amin keresztül meg tudtátok nézni így számozottan, és hát azt ugye a Vibli kihúzta, mert ugye volt rajta MLM rész is, és nem lehet a Viblivel MLM-et csinálni. Nem tudom, tudtátok-e? Sajnos én nem tudtam, úgyhogy most megembereltem én is magamat, mondom, veszek akkor már egy komolyabb domain nevet, és levédtem gyorsan az én domainomat, most nem is tudom hirtelen, mit választottam, már meglátjátok, és a lényeg az, hogy reményeim szerint már hétfő kedden, de jó lenne már vasárnap, a sorbani videók rajta lesznek. Egyébként meg tudjátok itt ebben a csoportban nézni, és még szebb is lesz, mint az eredeti oldal. Úgyhogy, ha valaki rákattint most, akár a Skype-on, vagy akár itt a csoportban, hogy nézd meg sorba a videókat, és kijön a 404-es error, de utálom ezt a számot, akkor az azért van, mert hirtelen kirúgták a lábam, de nem gond, mert megoldjuk, és akkor lesz egy új, nagyon szép vadonatúj oldal, úgyhogy azt most már nem veszi el tőlünk senki se. Szóval ez a probléma néha az ingyenes oldalakkal, hogy elvehetik tőletek. Sőt, elmondom nektek, még a Facebookot is el lehet venni. Sőt, van olyan pár barátom, akinek több Facebook csoportját is, és oldalát is elvették, tehát óvatosan kell kommunikálni, és akkor nem történnek problémák. Oké. Okay. Mi lesz ma? Azt mondjak, ide is írtam, konvertálás és modellezés. Nem tudom, ez a szó, ez jelente nektek valamit. Megy egy kicsit körvonalazom, hogy ez micsoda. Ahhoz, hogy valaki teremteni tudjon, nagyon egyszerű. Tehát azt kell tudni, hogy belénk van kódolva a teremtés. Nem akarok most visszamenni ugye, egész a Bibliáig, de amit kigondolunk, azt ha sokáig gondolkozunk rajta, és ezért nem mindegy, hogy mind gondolkozunk, az így megteremtődik a lét, oda teszi eléd azokat a lépcsőket, ami alapján ott megjelenik az, hogy manifestálódik, magyarul meg tudod fogni, akár a pénzt is. Na most, hogyha ez így van, akkor nekünk nem kitalálni kell a teremtést, mert egyébként is értünk hozzá, hanem le kell modellezni a sikeres embereket. Nagyon érdekes dolog. Tudjátok, hogy miért? Tegnap beszélgettem egy általam nagyon tisztelt emberrel, és mondja, hogy hát ő most azért nem építi az üzletét, mert rájött arra, hogy először meg kell tanulnia angolul, mert magyarok nem nagyon tudják ezeket a dolgokat, csak angolul lehet ezeket a forrásokat elérni. Hát mondom, igazad is van, meg nincs is igazad, mert szerintem ezt így egyszerre lehet. Tehát jó azt úgy, hogy csinálni közben,
mondjuk online marketinget, épp arról volt szó, de közben lehet tanulni az angol nyelvet. De egyébként van egy trükk, és nagyon sok trükk van, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy a magyar nyelv a legjobban hasznosítható a kommunikációra. Tehát nincs még egy ilyen nyelv, aki, amely ennyi szófordulatot tudna hozni, hogy ki tud fejezni magadat. És hangsúlyozom, és azt mondtam már többször, hogy Tibetből járnak ide mesterek tanulni magyaroktól. Itt nagyon jó mesterek vannak. Most nem azt mondom, hogy ne tanuljunk angolul, én is tanulgatok, de nem attól függ, hogy most én csinálom-e az online marketinget, vagy nem csinálom. Tehát vannak lefordítva már anyagok egyébként, de hogyha az ember rámegy oldalakra, és beütöd a Google fordítóba, mert nagyon jó meg lehet csinálni dolgokat. Hiába szidják a Google fordítót, használom. Sőt, elmondom nektek, a telefonomra van olyan app föltéve, hogy oda teszem a... Ezt figyelzetek, ezt többet is írtam. Van egy videó, amit én szeretném, hogy tudjam, hogy mit beszél az előadó. Oda teszem a telefonomat, és basszus, lefordítja nekem, leírja, és azt pedig a Voice nevezetű programmal fölolvastatom. Telefonos applikáció, kitalálták. Természetesen nem pontosan, mert nem tud angolul gondolkozni a telefon, de viszont arra jó, hogy beindítsa a folyamatot az agyunkba, és tudni fogjuk, hogy mit mond az előadó. És ráadásul egy csomó angol szót át tudunk konvertálni, itt is konvertálni, magyarra. Nem tudom, tudjátok-e, hogy amikor valaki angolt tanul, ha már itt vagyunk, akkor melyik a legjobb módszer az angol tanulásra? Fönn vannak a neten egyébként a trükkök, de én most olyat mondok nektek, amiket én tapasztaltam odakint Kanadában, ugyanis kérdeztem az ottani magyarokat, hogy hogy tanultak meg angolul. És mindegyik filmeket nézett, és utána kiment az utcára. Filmeket nézett angol alámondással, tehát aláírással, filmeket, tehát ahogy mondta a filmben az emberke a dolgokat, oda is íródott alá angolul, és mindig nézték ezeket a sorozatokat. A sorozatokat néztek. Tudták, hogy ki kicsoda, ott akkor főleg a Dallas című sorozat ment, meg a ilyen kis boszorkányos film, és ezeket nézték. És közben úgy az volt a filozófiájuk, figyeljetek, eszméletlen jó, ez is a modellezéshez hozzátartozik. Ne féljetek, lesz ma a pénzről szó, mert tudom, hogy az kell, csak muszáj ezt elmondani, hogy beleízelődjünk a konvertálásba. Hogy nézték ezeket a sorozatokat, ott volt alatta az aláírás, és az volt a filozófia, hogy naponta egy kifejezést tanuljanak meg. Tehát nem egy szót, hanem egy mondat szerkezetet, egy mondatot tanuljanak meg. És ezt ugye 7-szer ismételték folyamatosan. Nem tudom akkor honnan vették ezt a hetet, de most is látom a nagy guruk azt mondják, az ilyen tanítók, akik angol tanulnak, hogy ugye 7-szer kell ismételni el, hogy megragadjon, és hogy ebbe a görbékbe, most ezt nem magyarázom, hanem az a tisztem, csak az a lényeg, hogy ők 7-szer ezt így elismételték, minden egyes nap egy szó környezetet megtanultak. Nem tanultak nyelvtant külön, nem tanultak szavakat külön, hanem filmeket néztek, és szókörnyezeteket minden nap megtanultak egyet. És azt magolgatták, de kimentek az utcára, és akkor hát így mentek be a bankokba, meg így próbáltak a boltokba beszélgetni, olyan 3 hónap kellett, hogy megtanuljanak angolul. Így mondtak, 3 hónap az áttörés megtörtént, és azt mondják, akkor volt jó, akkor érezték, hogy jó, hogy nem tudták, hogy most magyarul nézik a filmet, mert ugye voltak magyar filmek is, vagy magyarul beszélő filmek is, hogy most angol filmet néznek, vagy magyar filmet. Nagyon érdekes ez a megközelítés. Én is ezt csinálom egyébként, tehát folyamatosan ilyen sorozatokat nézek, kifejezéseket, és itt van is egy ilyen, nézzétek, hogy ilyen rubrikákat húzok, hogy miket
csináltam meg, itt van egy olyan 10 sorozatot kellett valamiben megcsinálnom, de másból is megcsinálom a 10 sorozatokat minden nap. Ugye ezt is lemodelleztem, ezt a fajta tudást, fölhalmozódást egy általam igen tisztelt mestertől. Remélem nem baj, hogy ezeket így elmondom, csak a lényeg az, hogy nem kell kifogást hoznom, itt látjátok, már súgok magamnak, nem kell kifogást, hogy hát már akkor kezdtem én ezt az üzletet, meg az életemet, hogy ha valami meg lesz, tudod. Ha pénzem lesz, majd akkor biztos belépek hozzá, tudod. Meg hogyha, és akkor jönnek a kifogások, nem. Csinálni kell a dolgokat. Azt mondja Nike, hogy just do it. Tehát csinálni kell a dolgokat, és közben, nem baj, az ember kicsit rosszul csinálja, de csinálja, egyszer csak így megszületik a teremtés. Na most, puskázok, ha konvertálást nézem, és mondjuk passzív jövedelmet szeretnék, akkor mi a legjobb? Fogom magam, ugye, és megnézek olyan embert, aki passzív jövedelmet keres, illetve már csinál, tehát passzív jövedelmet csinál, tök mindegy, hogy mennyit, csak csinálja azt, tehát mindig jön annyi pénz a számlájára, amennyit, tehát mindig jön valamennyi, ami tulajdonképpen már nem kell dolgozni. Ugye ez a passzív jövedelem. Mindenki ezt szeretné, de ehhez ugye tenni kell. És ugye megnézel egy olyan embert, aki passzív jövedelmet keres egy cégnél, akkor most mi kellene köröket futni? Hogy hát még ezt kicsit ezt is kipróbálom, mielőtt elkezdeném meg, meg majd MS-t is, meg megtanulok még franciául is, meg először majd a blogolás technikáját megtanulom, meg megtanulom a videókészítés technikát, és ha az is megy, akkor még valamit, ez mind-mind ilyen még nem akarom elkezdeni. De a pénzt az azért akarnád, ugye? Na most a lényeg az, hogy bele kell állni a modellezésbe. És a tanulás alatt csinálni a teremtést. Ez a leggyorsabb módja a teremtésnek. Tehát én, amikor elkezdtem ezt az egészet, akkor egy nagyon elkeseredett állapotban voltam, kilátástalan volt az életem, és egyszerűen rájöttem arra, egy videó hatására egyébként, hogy semmi más nem kell csinálnom, csak meg kell kerestem a megfelelő embert, meg kell néznem az ő életformáját, és egyszerűen lemodellezni, amit ő csinál. Na most a röhely az egészben az, hogy elkezdi ezt az egészet az ember, aztán az elme elkezd játszani, hogy hát ez nem is úgy van. Meg hát, aki tudod, hogy elkezdesz kötözködni, és tudjátok, hogy mi jön ki belőle? Kettő út jöhet ki belőle. Az egyik az, hogy ott hagyod a mestert, mert elmondan kötözködsz, mert az ego az úgy nem igazán jön ki a mesterre, vagy pedig jön az alázat. Tudjátok, most nem hoztam el, de itt van. Csak. Ez mindig itt van nálam, ezt tudjátok, ez. Tehát ide jött az alázat gyorsan, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor kicsit úgy háttérbe az ego, meghallgatom a mestert, hogy hogyan kell a lépéseket megcsinálni, megcsinálom, és közben a tudat alatt kifejleszt, képzeljétek el, egy sokkal jobb módszert. Az, ami a már a te módszered. Tegnap rám írt egy kedves hölgy, aki most kezdte el nézni a videókat, és mondja, jaj, Vili, hol vannak az első videók, mert ő szeretné tényleg így elejétől. És mondtam neki, hogy hol találjam meg, és közben odaírtam neki, hogy úgy hallgasd ezeket az anyagokat, hogy a tudat, a szíveddel hallgasd. Tehát ne az elméddel, mert az elméddel hallgatod, akkor lehet, hogy nem fog tetszeni. Mert ugye olyan dolgokat is mondok, ami nem biztos, hogy tetszik. De ha a szíveddel hallgatsz, és közben, ami följön, tudod, a tudat alatból, az a kisgyerek elkezdik mozgolódni bennünk, akkor ezt leírod, és ha haladsz végig a videókon, ez is egy technika, akkor kirajzolódik a te saját utad. Ezt még nem láttam sehol, senkinél csinálni így. Tehát mindig azt látom, hogy van egy tanfolyam, akkor elvégzik az emberek, vannak ilyen meghívás tanfolyamok, lezárás tanfolyamok, amik tök jók, tehát nagyon, nagyon szeretem ezeket, de igazán ugye a palacskóféle irányzat, ugye az Access Consciousness-nél láttam azt, hogy úgy
úgy tanítják az embereket, hogy közben fölébresztik az ő bennük szunnyadó picikek is, ami ugye egyre nagyobbá válik, én Istennek hívom, vagy hát hívjátok úgy, hogy ti gondoljátok. Tehát a lényeg, hogy kirajzolódik a videók hatására a te saját utad. Hát hú, de örültem volna én annak idején, egy ilyet kaptam volna. Csak úgy mondom nektek, hogy nagyon jó helyzetben vagytok. Elkezdett csinálni ezeket. Mit csinálsz tulajdonképpen? Lemodellezel, mondhatom azt, engem. Tehát nézed, oké, megnézed, hogy ez az őrült Willy ez most hogyan fejezi ki magát, és hogyan tálalja a szeleteket. Tudod, a szeletek azok megvannak, hogy pénzügyi szelet, párkapcsolati szelet. Akkor így csinálj magadnak egy ilyen kört, és írj bele ezeket a szeleteket. A gyerekneveléssel való, az emberi kapcsolatok, így találj ki magadnak ilyen szeleteket, különben egy ilyen 7-8 ilyen standard szelet van, mert igazán a többi az már csak ennek az ágazatai. De ha megcsinálod ezt, akkor semmi más nem kell csinálni, csak lemodellezni azt az embert, aki ezeket a szeleteket kommunikálja. Tehát például, ha engem néztek, akkor láthatjátok, hogy én az életről való dolgaimat, felismeréseimet megosztom veletek, de ezt tudjátok, hogy ez az én utam. Tehát ez nem lehet a te utad, mert ha azt csinálod pontosan, amit én, akkor hát azt éred el, amit én, de nem biztos, hogy neked az a célod, ami nekem. Érted? De hogyha körvonalazódik a te saját utad, és lemodellezed az alapokat, akkor kirajzolódik ez a saját éned, a saját utad, és ha hiszed, hanem az jobb lesz, mint az enyém. Mert úgy lesz jobb, hogy ugye neked más a célod, és hogyha te azt csinálod, amit én, akkor az én céljaimat éred el. Tehát mondjuk, hogyha te delfinekkel akarsz úszkálni, akkor hát ugyanazt kell megcsinálnod, és akkor úszol a delfinekkel, tehát ezzel nincs gond, de nem biztos, hogy neked a delfin úszás a leg... Tehát a célod lehet, hogy neked egy nagyobb ház, vagy még valami, nem tudom. De az biztos, az alapok lemodellezése ez a legjobb. És nézzétek meg, hogy én hogyan kommunikálok az életről, milyen filozófiám van, milyen nézetem van bizonyos dolgokról, egészségről, szerelemről, gyerekekről, stb. Én mindig erről kommunikálok. És ha te ezt ugyanígy megteszed, akkor... rátok fognak az emberek figyelni. Tudom, hogy most ott ülsz, és bekapcsol nálad egy bizonyos dolog. Hogy na ne. Hát nehogy már én most így az arcommal kikerüljek így videóba például. Akkor írjál. Tegyük fel, hogy te most így nem akarsz megjelenni. Hát csak úgy akkor írjál. Az írás az nagyon jó, mert ugye sok ember, amikor még nem volt videózás, hát akkor írásba fejezte ki saját magát. Megállok egy picit. Ismeritek az NLP-t, a neurolingvisztikus programozás. Remélem, jól mondom. Tehát az NLP, ez egy olyan dolog, amivel lehet embereknél dolgokat elérni. A Tony Robbins például az NLP-nek egy részét, tulajdonképpen egy NLP tréner, lehet így mondani, de vannak itt Magyarországon is nagyon jó NLP trénerek, amik megmutatják, hogy az emberekkel hogy kell kommunikálni. Mondom, hogy értsétek. Például van olyan ember, akinek én hiába kommunikálok videóban, néz rám nagy szemekkel, vagy akár így személyes beszélgetésben néz rám nagy szemekkel, mondom neki lelkesen, és mondom, érted? Azt mondja, nem. Hiába mondod neki. Tudod, hogy miért? Mert az ő agya arra van beállva, hogy elolvassa a dolgokat, és azáltal beépül az információ az agyába. Hoppá, ezt nem tudtátok-e? Vagy.
hiába írsz te bármit, leírod, írod, 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 egy bizonyos réteg nem fogja elolvasni. Tudod miért? Mert ő nem olvas el. Mert ő neki videó kell. Mert van akinek képügyileg. Tehát az NLP szétbontja ezeket a kommunikációs befogadó képességeket, és nagyon érdekes, hogyha ezeket esetleg együtt alkalmazod, akkor nagyobb siker, több emberhez el tudsz jutni. Ezt úgy alkalmazzuk mi, hogy például van a virtuális házunk, és azon belül mondjuk a blog, akkor érdemes a videót is használni, a képet is használni, meg az írást is használni. Sőt, ha akarod, hogy még jobb legyen a dolog, a videó alá érdemes zenét betenni. Egy olyan zenét, ami passzol a te kommunikációthoz, mert ezek a pici apró trükkök, ezek mind megérintenek embereket. Tehát engem például a zene, az így, tehát ha engem meg akarsz győzni valamiről, jobba akarsz lenni velem, és ajánlasz nekem egy olyan zenét, ami nekem a szívemet megérinti, akkor tenyeredből fogok enni. Most elárultam a titkot, de nehogy alkalmazzatok, bár várok jó zenéket. Tehát értitek, hogy én nekem hiába adsz, mit tudom én, foci csapatokról mindenféle dolgokat, engem nem érdekel a foci. És ezzel ki is verheted nálam a balét. Hát, ha nem a Fradinak drukkolsz, akkor már nem vagy az én emberem, tudod. Tehát sokan elkövetik ezt a hibát, vannak is ilyen tanmesék, hogy ez mind a kommunikációnak egy része, hogy ha mindenkinek akarsz kommunikálni, nem fog beleférni a keretbe, mert ha mindenkinek kommunikálsz, akkor senkinek nem kommunikálsz, mert össze-vissza az agybaságok jönnek, és az embereknek nem érdekli ezeket a dolgok. Ezt meg kell tanulni, tehát le kell modellezni azt, aki így kommunikál. Ezért mondom azt, hogy ha engem megfigyeltek, hogy én hogy kommunikálok, hogyan alkalmazom a blogjaimat a kommunikációba, a videóimat, az aláírásokat, a képeket, akkor meg fogjátok látni, hogy egyre több olyan ember fog kapcsolódni hozzátok, akik szimpatizálnak veletek. Mondom a példákat. Szokjatok egy picit rá, most főleg azért ebben a csoportban beszélek, hogy rámentek az én Facebook oldalamra. Rámentek, és nézzétek meg, hogy én hol kommunikálok, még mit mondok, még miket csinálok a Facebook oldalon, ha a Facebookot nézed. Mondok trükköket, illetve módszereket. Ugye a Facebook az egy nagyon nagy város, vagy ország. A világ egyik legnagyobb virtuális országa. Szidják ezt, hogy ez nem jó, meg megint a virtuális dolog, meg izé. Igen, lehet szidni, de most akkor ugyanolyan, hogy lehet a késsel szúrni is, meg kenni is. Tehát attól függ, hogy mit szeretné a késsel, ölni vagy enni. A Facebookot fel tudod használni arra, hogy sokan megnézzék, hogy te milyen ember vagy. Most ez nem ez a magamutogatás, tehát nem egy celebbé kell válni, hanem egy olyan emberré, akinek lesznek követői. Ezt le kell, azért mondok most saját magam példáját, mert ha én nem vagyok hiteles, akkor hiába beszélek. Tehát megnézed, hogy én hogyan csinálom, és nem baj az, hogyha az nem tetszik, hogy én hogy csinálom, meg tudsz más embert nézni, hogy ő hogy csinálja. A lényeg az, hogy konvertáljál, modellezzél embereket. Szóval visszatérve a Facebookra. Ott van a Facebook, és te ugye szeretnél sok embert, hogy csatlakozzon hozzád. Mit kell csinálni? Sokan posztolgatnak mindenféle csoportokba. Fordítva kell ráülni a lóra, magunkra kell vonni a figyelmet, és elérni azt, hogy egyre több ember csatlakozzon a csoportunkhoz, vagy egyre több ember tudja megnézni a Facebook profilunkat. Hogy mit csinálunk mi ott? Na most ezt egyetlen egy módon lehet elérni. Tehát több módon is el lehet, de
de ugye nem ajánlom egy darabig a hirdetéseket, azért ne, mert fölösleges addig, ameddig nem ismernek meg téged. Ha utána már megismernek és úgy hirdetsz, akkor robban az egész, akkor jó lesz a dolog, hát ilyenkor adakozunk a Facebooknak. De mit érdemes először csinálni? Fogod magad, és hangsúlyozom, modellez engem, fölmész a Facebook oldalamra, és nézd meg például tegnap mit csináltam. Csináltam egy olyan videót, amit általában nem csinálnak az emberek. Ugye volt tegnap a nőnap. Ezeket a muszáj ünnepeket, én úgy szól, úgy hívom ezt, hogy muszáj ünnepeket, föl lehet használni arra, hogy magadra vonz a figyelmet. Tehát mit tanít az írás? Tegyél többet, mint amennyit elvárnának tőled. Megnézed, hogy mások mit csináltak. Hogyan köszöntötték a hölgyeket tegnap? Például a férfiből, vagy nézd meg, hogy hogyan köszöntötted. Elmentél a virágborba, vette egy virágot, de közben mi volt a gondolatodban? Vennünk egy virágot, és felejtsem el, lebassz az asszony. Lecsesz az asszony. Meg tudod, ezt láttam, hogy nézegettem az embereket, hogy én így a városban voltam. Aki kapja a virágot, az is, hát jó van, még szerencsé, hogy eszébe jutottam, tudod így. De hogyha élményt adsz az embereknek, akkor mi emlékezni fognak rád. És tegnap én például csináltam egy olyan videó e-mailt, amiben a háttérben kinyíltak így a virágok, az a közben én beszéltem arról, hogy én hogyan gondolom a nők megköszöntését, és sokan írtak nekem privátban, hogy ilyet még nem láttak. Ez nagyon érdekes, mert mindenki azt mondja, hogy boldog nőnapot, én meg azt mondom, hogy legyen minden nap nőnap. Elkezdtem egy igazságot feszegetni, hogy mennyivel többet érnek nálunk a hölgyek, mennyivel többet leraknak az asztalra. Mit tettem ezért? Hogy ő mit értem el? Hát szerintem sok hölgy azt mondta, hogy hoppá, ez a fickó, ennek van gondolata a nőkről. Néztem a többieknek a kommentjét, egy-két megtekintés volt. Nézzétek meg az enyémet. Nem azért, mert én annyira hú de nagyon okos vagyok, hanem azért, mert alkalmazok egy bizonyos törvényt, adj többet, mint amennyit elvárnának tőled. De mi történik ilyenkor? Egyik, alkalmazom ezt a törvényt, másik, adok, tehát megint itt van ez, ugye? Tehát adok, hálás vagyok a hölgyeknek, alázattal, tisztelettel mondom ezeket a dolgokat. Tehát alkalmazom ezt a formulát, és magamra vonom így a figyelmet. Azért, mert lájkolják a hölgyek, lájkolják azt, amit én mondok. A Facebook azt látja, hogy egyre több látogatom van az oldalamon. És mi történik? Ha én bármit kiteszek, az gyorsabban eljut a közönséghez. Tehát minél több ilyet teszek az oldalon, annál jobban látogatott lesz az én Facebook profil oldalam. Te bármilyen oldalon ezt megteheted. Na most, ha ezt meg is osztják, hát akkor még nagyobb durranást lehet elérni. Tehát sokkal többet ér az, ha kihasználod ezeket a muszáj ünnepeket például, születésnap, névnap, karácsony, húsvét, szilveszter, nézzetek meg, mennyi ilyen muszáj ünnep van, ne csak azt csinálod, hogy boldogot, hanem ha kívánsz egy szüli napot, akkor ha van ilyen indítatásod, de csak akkor, ha van ilyen indítatásod, akkor akár tudsz csinálni egy ilyen videót, mindig bele kell tenni a szívet, csinálsz egy videót, hogy te miért kívánsz születésnapot az adott hölgynek, vagy férfinak, és ezt így videóba elmondod. Ne higgyétek el nekem, próbáljátok ki. Az eredmény fenomenális. Egy az, nagyon jó az, ahogy te csinálod, előjönnek érzelmek, előjönnek olyan dolgok, amik többek, mint amennyit elvárnának tőled, és ezért mik lesznek jobbak? Egyre jobbak? Használjuk a formulát, a kapcsolataid. Ha csak minden nap csinálsz egy videót valakinek, nem azért, hogy ő belépjen az üzletedbe, nem azért, hogy,
hogy most ő pénzt adjon neked, vagy bármi, hanem az adásért. Azért, mert ez neked lesz jó, mert meglátod, mert örömet okozol valakinek azzal, hogy elküldesz neki egy videót. Ha már itt tartunk, és azért mondom ezeket az apró módszereket, hogy modellez engem, mert mondok neked olyanokat, amiket én 4 év alatt tanultam meg, így autodidakta módon figyeltem, hogy hogyan dolgoznak emberek, és ez egy alapozás tulajdonképpen, de közben, tudjátok, jól érzitek magatokat. Próbáljátok ki a következőt. Lehet a Facebookon is, érdemes az Viber-t és a WhatsApp-ot is föltenni a telefonra, mert ezeken keresztül tudsz üzenni privátban embereknek, videóban, és kezdjetek el kommunikálni egymással videóban. Gondolatokról, érzelmekről. Fölkereshetsz így embereket, régi osztálytársakat is. Bármi. Ez egy olyan módszer egyébként, ami, ugye mondtam nektek, hogy vannak olyan módszerek, amik az egyenesben, tehát mikor te keresel meg valakit, és aztán utána lehet, hogy majd belép hozzád az üzletbe, de akkor fog belépni, amikor ő akar, azért, mert rámegy az oldaladra, és megnézi, hogy mivel foglalkozok. Ki se kell mondanod, hogy te milyen üzletben vagy. Ez az érdekes. Te is kezdeményezhetsz kommunikációt, sőt, majd mutatom, hogy, de csak azt úgy tudod, hogyha modellezed, ahogy én csinálom, mert a cél mindig az, hogy egyre nagyobb, szélesebb kapcsolati rendszert alakíts ki. Ez a legnagyobb kincs egyébként, elmondom nektek, ami történhet hirtelen az emberrel, mert ez nagyobb kincs, mint egy ház vagy egy autó. Mert a kapcsolati rendszerből nagyon könnyű pénzt teremteni. Mondják azt, hogy ha jó hátszeled van, akkor be tudnak ajánlani. Lehetne azt mondani humorosan, hogy jó hátszélépítő programot kell csinálni. Tudod, úgy ez nem csak network marketingben érvényes, hanem ha tudják, hogy te mire vagy képes, akkor föl fognak ajánlani neked olyan állást, amit nem is gondolnál, ahol azt csinálhatod, amit szeretsz. Lehet, hogy te elkezdesz így kommunikálni, mint mondjuk én, és egyszer csak kapsz egy fölkérést valamelyik televíziós csatornánál. Vagy rádióadásnál csatornánál. Nekem van egy barátom, akivel elkezdtük ezt tanulni, és ő most például Romániában, ez egyik rádiónak az egyik bemondója. Nagyon jó hangja van, szuperül tud kommunikálni, és szoktunk így beszélgetni, ő is benne van az én csapatomban, én is benne vagyok az ő csapatában, tehát ilyen kooperáció van, és valamikor fölhív engem, de közben bejelentkezik, és mondja, hogy ő kicsoda, és akkor leadja a zenét, nagyon érdekes. Csak azért, mert megtanulta például ezt a fajta kommunikációt. Értitek? Konvertálás, modellezés. Tehát ahhoz, hogy valaki sikert érjen el, oké, tanulni kell, de nem biztos, hogy azt kell tanulni, amit sokan gondolnak iskolában. Mondok egy példát. Csak tényleg gondolkozzunk el azon, hogy ha mondjuk kőműves szeretne valaki lenni, akkor melyik a jobb dolog? Beiratkozni egy iskolába, és akkor az összes izét megtanulni, vagy rögtön, amellett, hogy mondjuk az iskolai tanulmányoknak nagy részét, vagy akár az egészet ilyen videóoktatásban megnézi, de már tanulni a mestertől, ott lenni a mester keze alatt, azt nézni, hogy rakja a martert, hogy keveri, hogy rakja a falat, meg hogy szintezi be, meg zsinór, meg tudod, ízimérték, hogy épül föl egy fal. Hát nézzétek meg, hogy melyik a könnyebb. Hogy állandóan csak tanulni elméletet, aztán Kína a gyakorlatban meg nem tud semmit az ember. Engem érettségén majdnem ezért vártak meg.
Elméletben nagyon jól tudtam a vízépítést. Én vízépítő, vízgazdálkodó szakmám. Nagyon jól tudtam, hogy mit, hogyan kell csinálni elméletben, tudod. Akkor oda került a sor, hogy gyakorlatban meg kellett csinálnom egy dolgot, elhanyagoltam ezt a részét, nem mindig el voltam úgy gyakorlati foglalkozásokon, úgy nem azt csináltam. És majdnem megbuktattak, ezért képzeljétek el, nem merem vallani. De ki volt a hibás, ha már itt tartunk? Hát szerintem az volt a hibás, aki nem rúgott segbe már az első osztály, vagy a gyakorlat az fontosabb, mint az elmélet. És itt is az van, hogy valaki el akar érni komoly eredményt, akár az interneten, oké, hogy tanulni kell, de gyakorolni kell közben már építeni fel a weboldalakat, az értékesítési csatornát, és minden nap nyomni kell ki fel az információt. Ezt, amit én mutatok nektek, hogy így hadonászok a kezemmel, meg így mutogatok, meg grimaszokat vágok, meg mindent, ezt meg lehet tanulni egy nap alatt. Utána már csak a gyakorlás kérdése, hogy hogyan fogsz te kommunikálni. Értitek? Ezt is le kell modellezni. Szóval visszatérve még a Facebookra, hogy kihasználjátok ezeket a különböző muszáj ünnepeket, azon felül, hogy te üzleti ajánlatokat is teszel be, ezt ilyen, úgy mondja az irat, a mesterek, hogy 80-20-as szabály. 80-20-as szabály. 80%-ba szórakoztatni kell, tehát értéket adni, és a 20% az az üzleti ajánlat esetleg, vagy egy olyan dolog, amire így fölkapják az emberek a figyelmüket. Forgalom, generálás művészete egyébként, a posztolás. Tehát ezen így gondolkozzatok el. Most ugye mondom az elméletet, mert utána hozzáteszem azt, amit én igazán csinálok, a gyakorlatot. Hogy térjünk át egy picit arra, hogy mondjuk ezt elkezded gyakorolni. Gondolom, hogy már elkezded a fantáziát, hogy hó, hát akkor nem csak a négy nap születésnapot, hanem egyébként is különböző módja van annak, hogy hogyan lehet még más aspektusból is így kommunikálni embereknek. Ez a csillagos ég a határ. Én csak így az alapokat mondom. De hogyha azt nézitek, hogy mondjuk üzletben benne vagy, tehát a 80% ugye a szórakoztatás, a 20%-ban mi a francot kommunikáljál? 20%-ban meg kell nézni az üzletnek a filozófiáját. Most egy picit így dőljetek hátra, és nézzétek meg, hogy az emberek hogyan kommunikálnak egy üzletről. Mit ajánlanak most jelen pillanatban az emberek, ha be akarnak téged léptetni az üzletbe? Mit ajánlanak? Mondom a példát. Itt fölírtam magamnak, ugye minden nap megkeres valaki egy csodálatos, legjobb üzlettel, legnagyobb matrix, meg a binár rendszer, meg tudom, hogy nem szeret a binár, de itt van egy nagyon jó nindlevel része. Ismerős a történet? Szóval lehet kommentelni. Mit ajánlanak az emberek? Puskázok. Termékeket, marketing terveket, meg irodákat, amivel ki lehet menni, látogatni, hogy működik a dolog. Én meg tudjátok, hogy mit ajánlok? Biztonságot. Hogy ez rögzüljön egy picit, itt van. Tehát mit ajánlnak az emberek? Termékeket. Tudod, ez a RIA legjobb terméke? Nanotechnológia. Az emberek a Gucci-fára fölmennek, és akkor onnan leszedik a izért, meg Nobel-díjas termékek is vannak nálunk, mert olyan, fú, tudod, így jönnek ezek a szép meg jó, de nem érdekli az emberek. Akkor jönnek ezek a marketing tervguruk, tudod, amikor így végignyomják az egészet, hogy behozol embereket, és akkor ezeket behozod, akkor ők is behoznak ötök, meg ők is behoznak ötök, hatalmas nagy hálózatot lesz, és utána jön a Matrix, ami hibrid egyébként. Tudod, az sosem töltődik föl. Meg egyébként meg, hogyha eléred, akkor kapsz ezer dollár bónuszt. Meg utána még 5000-et, meg 20000-et, meg itt ennél a résznél, és tudod, igen, akkor már a fejed ott szippantódik magadba, így mész egyre jobban, hogy mit akar ez az ember, és akkor bedobják a nagy képet. Ferrari. Ferrari. Világ körüli utazásra egybekötve. Hú, éppen a végig hallgattam egy ilyet,
És ugye olyan ember, én nagyon tisztelem az embert, aki ajánlotta nekem, de egy világom volt össze bennem. Oh. És akkor tudod, így ezeket így le, mert mit ajánl az ember? Terméket, marketing tervet, irodákat. Én rögtön odaállok, hogy mit ajánlok én. Nem csak így mutatom, mit ajánlok én. És most modellezd, amit én csinálok. Én nem ajánlok semmit, gyerekek. Én a biztonságot ajánlom. Tudjátok, hogy miért? Mert a tököm tele van azzal, hogy mindenféle ilyen hóbelebasznak hiszek. Tudod, szenzációs termék. Még beteszel $1000 és 60 000 jön ki belőle, csak egy évig kell belemenni, és halleluja. De tudod, nem tudom, te hogy vagy ezzel a dologgal, ezek a kamu cégekkel. Az első számú, ide is írjunk. Hát valaki kifényképezik, akkor megörülök neki, és ki lehet tenni a facéra. Én a biztonságot ajánlom. Tehát, ha most okos vagy és figyelsz, akkor ne ajánljál embereknek terméket, ne ajánljál marketing tervet, ne ajánljál semmilyen irodalátogatás ízét. Én túl vagyok ezeken, higgyétek el. Paraszvakítás mind. Úgy, ahogy mondom, ki tudom ezt így jelenteni. A biztonságot ajánld. Ugyanis az emberek ahhoz fognak most húzni, aki a biztonságot ajánlja. Mert lehet, hogy te kevesebb pénzt ajánlasz, mondjuk. De háttérben ott van, hogy a kevesebből egyre több van, és egyre több meg egyre több, és hogyha meg tudod mutatni azt az utat, amivel el tudja ő érni az áhított álomjövedelmet, áloméletstílust, akkor első számú prioritás az a biztonság lesz. Ne hidd nekem. Nézd meg, hogy ki hogyan kommunikál az interneten most. Nézd meg azokat a nagy internet gurukat, meg MLM gurukat, hogy mit kommunikálnak. És így tedd össze a kezed őszintén, hogy mennyire hiszel nekik. Én nem azt mondom, hogy nekem higgyél. Sosem mondom azt, hogy nekem higgy. Próbáld ki. Próbáld ki azt, aki úgy kommunikál, hogy ki, tudod, nem kell itt eladni semmit, meg izé, de igenis el kell adni, csak meg kell mutatni, hogy hogyan. Mindegyiket próbáld ki, a szíved fogja megmondani, hogy az melyik igazán jó. A szívedre hallgass, ne az elmédre. De ha most mégiscsak arra hallgatsz, amikor engem hallgatsz, akkor a biztonságot. Most ez az eladható termék, a biztonság. Ez így van-e, vagy ne így van? Nyugodtan írd oda a kommentedet, hogyha megkérhetlek. Írd oda, hogy neked melyik a fontos. A hirtelen meggazdagodás reménye, vagy a biztonságos gazdagodás reménye. Melyik az, amit a szíved diktál most? Tudjátok, hogy kezd eldönteni? Súgok nektek. Azt úgy kell eldönteni, hogy, és bármi mást is, és ez már egy átszesz anyag, hogy nézd meg, hogy ha valaki ajánl neked üzletet, csukd be a szemed, és nézd meg, hogy az kitágít-e, vagy összehúzza a szívedet. Kitágítja, vagy összehúzza a szívedet. Nagyon egyszerű. Nézd meg, hogy a nagy, ígéretes cégek, azok kitágítják a szívedet, vagy összehúzzák. Nézd meg. Ne az egóddal nézd, mert az mindig be fog csapni az elején, hanem a szíveddel nézd meg. Hát eleve a biztonság szerintem, az úgy kitágít, nem? Az úgy jó érzést ad, hogy te biztonságban vagy egy cégnél. És te ezt tudod nyújtani az embereknek. Ha rám hallgatsz, most az első számú kommunikációd, az a biztonság lesz. Tegnap fölhívott az egyik nagyon kedves munkatársa, és akkor kérdezi, hogy te Vili, figyelem, most lesz egy olyan csatlakozó, aki 2000 euróba gondolkozik. Mit gondoltok, mi volt a csatlakozónak a kérdése? Az első számú prioritás mi volt? Az ajánlat az jó volt, a termék ügyileg, meg minden,
de a biztonság volt az első. És kérdezte tőlem, hogy akkor mik azok a biztonsági mutatók, ugye? És akkor én soroltam, tudod, audit megvan, minden nap szinte ott van, kéznél van. Ismerjük a cég tulajdonosokat, és így elkezdtem így sorolni. Minden klappol. Kifizetés, befizetés, minden. Ezt kell kommunikálni most. Tehát amikor te el akarod érni a sikert bármiben is, akkor le kell modellezni azokat az embereket, akik már megcsinálták. Hát én például az üzletet azt tanulom, például Likes X-et, most így tanulom, megértem, megnézem, hogy mit lehet belőle jól kommunikálni, tehát mindig azt, amit én megértettem belőle, azt kommunikálom, de lemodellezem azt, aki nekem megmutatta. Mit mutatott meg nekem az az ember? A biztonságot tette előtérbe, meg az ő webirodájában lévő történéseket. Az összes többi rizsa. Nem a marketing tervet mutatta. A marketing terv a virtuális irodában ott van. Meg tudod nézni, többször is vissza tudod tekerni, ezt akkor fogod tudni jól kommunikálni, amikor, vagy nem kommunikálni, hanem megérteni, hogy az emberek meg fogják nézni a marketing tervet, ha ők akarják. De nem fogják akkor megnézni, amikor te akarod. Ők a biztonságot, a be- és kifizetést, meg a termékeket, de először a biztonságot, ezeket fogják nézni. A marketing terv az csak az elejét érti meg mindenki. Behozok egy embert, azután mit kapok? Így van, vagy nem így van? Tehát nem lész le sosem mélységbe, hogy majd mit tudom, azután mit kapok? A bónuszok, Ferrari-k nem érdeklik az embereket, hanem azt, hogy ők, ha behoznak egy embert az üzletbe, azután milyen jutalék van, meddig kapják, de tovább nem fognak menni, mert kik akarják először próbálni. De hogy fogják tudni kipróbálni? Lemodellezik a szponzor. Tehát ezért te egy jó modellezőnek kell, hogy legyél, mert a modellezés az, ami másolható, meg tovább ajánlható. Ez a titka tulajdonképpen, és ez nem kell nagy hatalmas angol tudás. Nem kell, mit tudom én, mekkora egyetem hozzá, hanem egyszerűen józan paraszt ész kell hozzá. Józan paraszt észre. Oké, akkor elkezdjük, bebizonyítom, hogy biztonság van, oké, meggyőződöm, tényleg megvan. A termékek nézzük, oké, jó, ezt tudja az én életemet előre vinni. Oké, tudja. Megnézem, hogy lehet ezt eladni, mit kell eladni belőle, és hogy tudom én ezt tovább tanítani embereknek. Ennyi, én most elmondtam neked ezt egy fél mondatba, hogy mit kell megcsinálni. Ehelyett mit csinálnak az emberek? Mit csinálnak szerintetek az emberek? Folyamatosan spamelnek, mindenkit zaklatnak. Figyelj, van egy percet, most ezt meg kell nézed, tudod, és akkor nincs. Volt egy mesterem, aki fölállt egyszer a színpadra, és azt mondta, hogy mi történne, ha meghalna az álma. Most így mondom neked, mi történne, ha meghalna az álmod? Tudod, nagy csend. Én is így voltam. Majdnem meghalt az álmom. Csak az álmom maradt. És mondom, nem igaz, hogy nem lehet találni egy olyan módszert, amivel el lehet érni ezt az álmot. Nem igaz, mert ha egyszer valaki megcsinálta, akkor azt meg lehet csinálni. Csak akkor nem lehet megcsinálni, ha én nem akarom megcsinálni. És egyébként mindent meg lehet csinálni. Mindent le lehet modellezni és konvertálni. Oké. Nem tudom, mennyire vagytok fáradtak. Ezek nagyon mély dolgok szerintem, és ezt azért mondom ilyen szájbarágosan, meg innen-onnan megközelítve, mert annyira szeretnék nektek segíteni. De csak azt tudja, aki szívéből hallgat most. Szóval végére hagytam nektek egy olyan dolgot, amit még egy pár percben elmagyarázok,
hogy ugye tanulás. És arra jöttem rá, hogy igazán a legelső lépés, és az iskolákban a tanároknak ezt gyorsan meg kéne tanítani, a tanulást kellene megtanítani. Hogy kell tanulni? Szerintetek tudnak a gyerekek tanulni? Az nem tanulás, hogy az órán úgy leadják az anyagot, aztán feladják a házi feladatot, azt menjél haza, azt mondom, másnapon már kikérdezlek. Hát basszus, ehhez nem kell végezni, én nem vagyok tanár. De esküszöm nektek, hogy ha engem így beajánlanak most egy iskolába, esküszöm nektek, ingyenesen elvállalnám, hogy mit tudom én, az első óra, az mondjuk az enyém lenne, amin elmagyarázom, hogy gyerekek, most nem sokára lesz történelem óra, meg matek, meg mit tudom én, hogy hogyan gondolkozzatok arról, hogy ez hogy viszi a ti életeteket előre, én megtanítanám őket tanulni. Mert nem tudnak az emberek tanulni. Én arra jöttem rá, hogy 40-50 éves embereknek, meg 60 éves embereknek elmondom, és fölgyúlik a fény az, úristen, ezt miért nem mondták nekünk? Hát akkor azért nem tudtam én megtanulni. Értitek? A tanulást kell először megtanulni. És én arra jöttem rá, hogy a videót, ha nézel egy videót, és mondjuk tegyük föl, hogy te képügyileg vagy inspirálható. Na, jó, megmondtam. Tehát, hogyha megnézel mondjuk egy videót, akkor te onnan tudsz szerezni inspirációt. Ezt onnan tudod kideríteni egyébként, hogy mondjuk tegyük fel romantikus beállítottságú, vagy egy elsírod-e magad egy mondjuk egy romantikus filmen. Hogyha úgy könnyeztél már meg ilyen filmet, én ilyen vagyok, akkor nagyon jól lehet téged videókkal tanítani. Ha ugye a fapofában végignéztél egy ilyen filmet, akkor nem biztos. Tehát akkor más fegyvert kell bevetni, de elmondom nektek, hogy azért az érzelem az hozzátartozik az emberhez. Ezért vagyunk emberek. Még a legmélyebb mocsokban lévő bűnözőnek is, ha adsz egy kis cicát, és a börtönökben csináltak ilyen kísérleteket, akkor úgy elkezd vele játszani. Meg, tehát ott van benne a legsötétebb emberben is az érzelem, a jó. Mindenkiben ott van a jó. És ezt kell ugye megtanítani az embereknek, hogy a szívből szívhez érő kommunikációt. És a videó az nagyon alkalmas arra. És a videóról való tanulást, ezt az első számú, hogy meg tud tanulni. Mert én is, hogyha mondjuk oktatok, ha lehet ezt így mondani, én videóba fogok hozzád szólni. Ott lesznek a videók alatt is írások, de én gyengébb vagyok írásban. Nem is gyengébb, lustább. Mert inkább csinálok 10 videót, mint hogy elkezdek ilyen eszéket írni. Nagyon szerettem annak idején iskolában, én 5-ös voltam ilyen irodalomból, nagyon jó fogalmazásokat nyomtam, meg minden. Akkor nagyon rossz volt a verbális kommunikációm, tehát így nagyon félénk kisgyerek voltam, nagyon nehéz volt, ezt nekem át kellett törnöm, nagyon sokat dolgoztam rajta, de ezt azért mondom, hogy ajánlom, hogy tanuljatok meg videóról tanulni. Ez nagyon egyszerűen el lehet sajátítani, mert általában ilyen marketinget, meg bármit, ha videóba tanít az ember, mint hogy a képernyő megosztás például, hogy kell különböző gyakorlati dolgokat csinálni, ezt videóban a legegyszerűbb. Tehát hiába írom én le, hogy most kattints ide a következő izé, meg tudod csinálni, de sokkal egyszerűbb, hogyha figyeled, hogy az egér például a képernyő megosztásnál hova megy. És akkor mindig megállítod. Oké, ide megcsinálom, tehát lemodellezed, begyakorlod a mesterfogásokat, lehet ezt így mondani, és ha egy picit ráfordít az energiát, akkor mindent meg tudsz tanulni. Le kell utánozni a gyakorlatokat. Én például most tácsit tanulok, és figyelem a mozgásokat, hogy hogyan csinálja a mester, és akkor én is ugyanúgy csinálom.
Ha ő balra fordulok, én is balra fordulok, nem fordulok jobbra, hanem balra. Ha ő fölemeli a kezét, akkor fölemelem én is. Ha leengedi, akkor én is leengedem. Ha csinál egy ilyet, akkor ilyet csinálok. Ha tolja ki az energiát, én is öröm. Nem egy nagy művészet ez, meg kell tanulni. És egyszerűen rájön az ember, hogy ha ez így van, akkor tulajdonképpen mindent meg lehet tanulni, mert a netet például fel lehet használni arra, hogy szinte bármit meg tudsz tanulni, a főzést le tudod modellezni. Így kevered el, mint a Jamie Oliver. Akkor ilyen, így vagdosod a hagymát, akkor meg így vágod az zöldségződet, eddig sütöd a izét. Mindent meg lehet tanulni, a varrástól kezdve bármit. Sőt, elmondom neked, hogy ha te csinálsz ilyen videókat, akkor téged fognak majd lemodellezni, és mi történik? Megismernek téged, tehát az energia így áramlik, tudod így. Te adsz értéket, ő is ad értéket. Te tanulsz valakit, valamit megcsinálod, továbbadod. Állandóan az energiát. Ezért megy a harc mindig az energiáért. És ha te birtoklod az energia áramlást kell birtokolni, nem magát az energiát, hanem adod és kapod, és adod és kapod. Folyamatosan. És ezt a videóból megtanulod, hogy kell ezt csinálni, és hogyha lemodellezel engemet, hogy én hogy csinálom, akkor neked is sikerülni fog. És innentől kezdve elindulsz a te siker élményed, illetve a te utad, mert megint visszatértem arra, hogy a te utad. Úgyhogy ma egy kicsit körbejártam nektek ezt a konvertálást. Én ne higgyetek nekem, tehát abszolút mindig kérdőjelezd meg, amit én csinálok, és figyeld azt, hogy én hogy jelenek meg a Facebookon, miket mondok, és ami szimpatikus neked, azt vedd ki, ami meg úgy mondod, hogy az nem jó, azt meg ne vedd ki. Tehát nem az a lényeg, hogy én most jó dolgokat mondok-e, vagy rossz dolgokat, hanem hogy rád milyen hatással van. Ha nem tetszik az, amit én csinálok, akkor modellezé le olyan embereket, akik számodra szimpatikusak. Ezért kell neked is szimpatikussá válnod. Úgyhogy gyakorolni kell. Gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni. Tanulni, gyakorolni, továbbadni. Tanulni, gyakorolni, továbbadni. Energiát áramolt. Oké, na. Hát remélem tudtam ma is értéket adni, szerettem volna. Remélem sikerült. És akkor ma péntek van. 9-e, szerintem 13-9, ez is jó, és találkozunk a következő videóban, illetve élőben velem majd hétfőn, de szerintem amilyen jó kedvem van mostanában, fogok még videókat csinálni hétvégén is, úgyhogy sziasztok, jó hétvégét mindenkinek, hajrá, jó munkát!